Néhány napon belül megnyitja a kapuit Békés új étterme, a Kira étterem, ami a Kira bárból alakult át egy hatalmas projektfejlesztés keretében. Ásós Gézával beszélgetünk, a tulajdonosa. Hogy jutott el odáig, hogy éttermet nyitsz Békésen, és mitől lesz különleges ez az étterem? Hát legelőször is az étterem az abból alakult ki, hogy nekem gyerekkori álmom volt az, hogy valaha éttermem legyen. Aki ismer Békésen, azt tudja, hogy egy egyszerű hétköznapi cigány családból származunk. Egy 8-10 éve van az, hogy édesapám vállalkozó, meg én is az vagyok. Gipszkartonszerelőként kezdtem pályafutásomat, a D-Nagy Gabinál dolgoztam, mint gipszkartonszerelő. Három év elteltével lettem gipszkartonszerelő vállalkozó. Az eddigi vállalkozásom az mindig úgy nézett ki, hogy amit az egyik vállalkozásommal kerestem, abból csináltam a következőt. Mezőberényben van egy élelmiszerboltom, ugye Békésen a Kira név az már hála jó Istennek, mindenkinek a hamburger, illetve a meleg szendvicsek jut az eszébe. Röviden, tömören az egész az úgy alakult ki, hogy köszönhető a kedves szomszédaimnak, a Ág utca sarkán onnan el kellett jönnünk, mert állítólag hangos volt a Kira büfé. Ment a tanakodás, hogy meg mint, meg merre, hány méter, hogy hova megyünk költözni, hova tesszük a Kira büfét. Akkor jött a lehetőség 2010-ben, hogy a régi Fehér Kocsmának nevezett vendéglátó egység eladó volt. Sikerült megegyeznem az akkori tulajdonossal, én megvettem ezt az épületet. Maga az üzlethelyiség pedig ki lett alakítva Kira pubbá, amit nagyon szerettünk volna egy minőségi kocsma, minőségi vendéglátó egység alakul ki, ahova vegyesen járnak romák, illetve nem romák. Minden ment a maga útján, míg márciusban megjelent egy pályázat, miszerint támogatják az új munkahelyeket, munkahelyteremtő pályázatot írtak ki. Pályáztunk és nyertünk. Ebbe a pályázat keretében valósul meg az, hogy az ország első cigány étterme, ami abban nyilvánul meg, hogy minél több romát szeretnénk a vendéglátásba bevonni, alkalmazottként, szakácsként, pincérként, kiszállítóként, ezzel új munkahelyet teremtünk, és a menü, illetve a étlapon olyan tájjellegű, tipikus békési cigány ételek jelennek meg, amit sem a környékbeli éttermekben, meg sem a távolabb éttermekben nem található meg, csak itt nálunk. Nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy nem csak cigány ételt fogunk főzni, mert ugye ez fizikai képtelenség, hogy az év 365 napjából minden napra cigány étel jusson, mert ugye már itt nem nevezhető tipikusan minden cigány ételnek, mert ugye keveredik ez a dolog. Gondolunk itt 3-4 olyan fajtára, amit a békési romák otthon főznek, és nagyon szeretném bemutatni azt, hogy nem csak a negatívum, nem csak a rossz dolgok jönnek le a romákról, hanem vannak pozitívumok is, amik abban nyilvánulnak meg az étel. Felkészült szakemberek segítik a munkát, hiszen van már szakácsot, tehát olyan, aki már szállóban, illetve nagyobb étteremben éveken keresztül főzött, illetve vannak kézilányok, konyhalányok, tehát kezd összeállni a stáb, és ugye hétfőn már főztök konkrétan. Ez így van, a szakácsomat szeretném kiemelni, az egyik szakácsom, két szakács lesz, az egyiknek még a neve az nem teljesen publikus, mert ő neki még munkahelye van, ővele még vannak megállapodások, amit még rögzíteni kell. Aki már biztos, hogy szakácsként fog nálam dolgozni, az a Kozák Zsolti. A Zsolti az dolgozott több neves étteremben, gondolok itt az a reklámhelye, a Fiume étteremben, Békés Csabán dolgozott, a Szlovák étteremben, meg hát ugye itt a városban, a Dübögő szállóban volt szakács. Zsoltiról azt kell tudni, hogy effektív ő magyar származású, de nagyon-nagyon jó kapcsolatban van a romákkal, meg elfogadott szakember a romák közt is, nagyon sokan ismerik, és ugye ő helyileg békési, és ez is mutatja azt, hogy hála jó Istennek azért itt Békésen, de romák és nem romák nagyon jól megvannak egymás közt. Ez is mutatja azt, hogy a Zsoltit nagyon sokan örülnek annak, hogy a Zsolti lesz a szakácsa Kira vendéglőben. Felkér benneteket a cigány misszió is, hogy lássátok el ételelőket. Erről mit lehet tudni? A cigány misszióval, hát az túlzás, hogy felkért, közös megkeresés útján alakult ki ez az egyesség.
szerződést kötöttünk a cigánymisszióval, így lehetőség nyílik arra, hogy a cigánymisszióba a meglévő ételkiszállítók közé bekerült a Kira vendéglő, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal a kondíciókkal, amivel más étteremtől rendelnek az ellátottak, a Kira vendéglőtől is ugyanazon a lehetőséggel, ugyanazon a módon történjen a kiszállítás. Még megkockáztatom azt is, hogy ugyanazon az áron. Úgyhogy nem tudom a többi helyi étteremnek az árait, de szerintem nagy eltérés nem várható. Az étlapon lesznek-e tipikus cigány ételek ezek szerint, illetve menübe is előfordulnak-e ezek majd? Annyit kell tudnia a menüről, hogy a menüt azt aképpen állítottuk össze, hogy ugye a köztudatban azért, hogy a romák hússal húst tesznek, egy picit eltolódtunk ebbe az irányba. Természetesen nem lehet azt meghatározni rögtön az első két hétben, hogy ugye minden ételt felvonultassunk. Úgy próbáltuk beállítani, hogy nagyjából minden étel szerephez jusson a menübe. Az étlapról meg annyit, hogy egyelőre egy 3-4-5 olyan békési tipikus cigány étel került föl az étlapra, ami például annyit tesz, hogy például kacsanyak késsel vágott tésztával, vagy például sült csirkefarhát krumpli móringgal, vagy a méltán híres tyúkos káposzta, ami nagyon sok nem romának bizgatja már a fantáziáját, mert nagyon sok olyan magyar ismerősön már többször tett célzást arra, hogy inkább fizetnek érte, csak főzzünk egy tyúkos káposztát, mert olyan dolgok járnak róla, olyan híre van ennek az ételnek, hogy szeretnék megkóstolni. Most ebbe az étterembe szeretnénk azt biztosítani, hogy megkóstolják, megízlelik. Ha tetszik, nagyon örülünk neki. Ha nem tetszik, akkor se tudunk nagyon nagy problémát csinálni belőle, mert ugye ahány ember annyi ízlés, úgyhogy nem csinálunk belőle abból problémát, hogyha valakinek nem fog tetszeni, próbálunk mindenkinek a kedvébe járni. Beszámolunk majd a Matrixon folyamatosan arról, hogy hogyan áll talpra majd a vendéglő, illetve a Facebookon is lehet benneteket majd követni a Kira vendéglő profilon. Így van. Őszinte igazság az, hogy én elég hadilában állítok a számítógéppel, nekem sajnos sem az időm nem engedi meg, hogy órák hosszat üljek a gép előtt. Erre is megvan a csapat, aki ezt az oldalt fogja irányítani, és ezt az oldalt fogja kezelni. Természetesen megköszönök minden pozitív észrevételt, akár negatív észrevételt a vendéglővel kapcsolatban. Én mindenkinek azt üzenem, hogy a Kira vendéglőnek az ajtaja az nyitva áll, roma előtt, nem roma előtt, szerb, zsidó, mindenféle származástól, előítélettől mentes a büfé. Annyi van, hogy hála legyen a jó Istennek, az első olyan étterem a városba, meg itt a közelbe, ami maga az épület és maga az üzlet tulajdonos az roma származású. Ez megmondom őszintén, egy kicsi, nem is kicsi, hanem nagy büszkeséggel tölt el, hogy én vagyok az első az, akinek ez sikerült itt a környékben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.